És akkor... Mindössze 10 másodperc. Eddig tartott, amíg beoltották a koronavírus elleni vakcinával a szekszárdi Keresztes Istvánnét. Ő az elsők között volt, akiket a Tolnai megyeszékely Babits Mihály Kulturális Központjában kialakított 3 speciális oltóponton vakcináltak. Nem csak az én érdekem, mindenki érdeke. Szóval mindenkinek ezt kellene tenni. Nem szeretnék sem meghalni, sem szenvedni. Én is szeretnék. Ahhoz, hogy a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban speciális oltópontokat tudjanak kialakítani, széleskörű összefogásra volt szükség. Itt van Orbán Józsefné, lehet. Közterületfelügyelők segítik a vakcináért érkezőket a bejáratnál. A Tolnai megyeszékely kulturális központjában kialakított helyiség szerdán kezdte meg a működését. Az épületet a város vezetése ajánlotta fel a háziorvosoknak erre a célra. Minden ponton figyeljük a lehetőségeket, és ahol szükséges, ott módosítunk, korrigálunk, esetleg ha valami kimaradt, azt nagyon gyorsan pótoljuk, mert ma vagy a héten a szerda, csütörtök, péntek, ezt itt végre kell hajtani, és nagyon-nagyon pozitív, jó információ, hogy talán-talán emelkedik a beérkező vakcinák száma, és akkor megkezdődhet itt is a tömeges oltás. Míg a belépést a közterületfelügyelők segítik, az épületben a városhoz tartozó szociális gondnokság munkatársai kérdezik ki a vakcinára érkezőket. De nem csak a kulturális központ békeidőkben sokak által látogatott részében folyik lázas munka. Az épület egyik termében ugyanis eközben call center működik. Természetesen kell hozni a személyoltóit. Innen hívják be az oltásra érkezőket. Az itt dolgozók egész nap telefonhívásokat bonyolítanak, hogy a folyamat jó ütemben fennakadások nélkül haladhasson. Van számítógépünk, listáink, és a háziorvos által nekünk továbbított listáról hívjuk egymás után a betegeket, és beszélünk meg időpontokat, és ezt a táblázatot, ami már ki van töltve, visszaküldjük a háziorvosnak, hogy lássa. Két oltás van, egy most, egy megnézhet. Vas László Sándor már hetekkel ezelőtt regisztrált a vakcinára. Most ő volt az első, aki a Szekszárdon kialakított 3-as számú speciális oltóponton kaphatta meg az oltást. Az ember a biztonságra törekszik. Saját maga, család is, meg egy kis szabadság talán egy évben bezártság után. A lenti ügyintézés is rottul ment, ez is. Tehát én rossz, ebből a szempontból sokkal vontatottabb dologra számítottam, mert ez így nagyon fortul meg a dolog. Szekszárdon Tolna megyében egyedülálló módon széles körű összefogás eredményeként alakították ki a speciális oltópontokat. A háziorvosok ingatlant kértek a várostól, amit kaptak is. A betegek behívását pedig főként az egészségügyi gondnokság munkatársai intézik. Így az orvosoknak már nem kell az adminisztrációra és telefonálgatásra időt fordítaniuk, a dolguk csak az oltás. Ezt példaértékűnek tartom, mert a háziorvosok kezdeményezésére a megyei tiszti főorvos, kormányhivatal, a városi önkormányzat, illetve a művelődési központ vezetése egy olyan konstruktív együttműködési lehetőséget ajánlott fel, ami azt gondolom, hogy példaértékű, és ezzel nem csak, hogy ennek a kihívásnak meg tudunk felelni, ami itt előttünk van, tehát hogy rövid idő alatt nagyobb mennyiséget tudjunk oltani, hanem a drága időt a betegellátástól nem veszi el. Óriási segítség volt már a múlt héten, amikor még nem volt kész az oltóhely, hogy már beindult a call center, akik segítettek nekünk már még a saját rendelőinkbe a betegeket az általunk leadott lista alapján behívni az oltásra, így ezt a terhet már akkor levették a vállunkról. Úgyhogy a jövőben automatikusan ezek a behívások itt fognak már működni, a betegek, a páciensek ide fognak jönni a rendelők helyett az oltásokra, illetve a második körös oltásokra is, tehát az emlékeztető oltásokra is, tehát ezt az egész munkafolyamatot itt szeretnénk a továbbiakban is tartani. Az oltások szervezéséből és lebonyolításából a folyamatnak helyet adó Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ munkatársai is kiveszik a részüket. Például ők is egyeztetnek az ügyfelekkel az időpontokról, de más munkafolyamatokat is magukra vállaltak. Ki tudtuk alakítani azt a megfelelő biztonságos és könnyen elérhető környezetet. Én azt gondolom, a következő hetekre, akár hónapokra is szólhat ez a történet. Jelenleg 3 rendelőt
három helységet tudtunk oltó helyként kialakítani, de ez akár felszaporodhat öt helyre is, és azt gondolom, hogy mindannyiunk közös érdeke, hogy minél előbb és minél nagyobb ütemben folytatódjon az oltás. Horváth Kálmán Tolna megye kormány megbízottja, a megyei oltási munkacsoport vezetője azt mondja, fontos, hogy minél többen regisztráljanak az oltásra a vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon, mert a járvány harmadik hulláma jelenleg felfutóban van, és csak a vakcinálással kerülhető el a súlyos megbetegedés. Minél több ember jelentkezzen oltásra, és minél többen oltassák be magukat. Tolna megyében összesen a becsléseink szerint kb. 180 ezer ember az, aki regisztrálhatna a oltásra, nyilván a 18 éven aluljak ebben nincsenek benne. Sokan regisztráltak, sőt azt is elmondhatjuk, hogy abban a négy preferencia csoportból, akiket eddig lehetett oltani, és önként jelentkeztek, elég szép számban sikerült elvégeznünk az oltást. Nagyjából egy ilyen 40% körül tartunk azoknak az embereknek az oltásával, akik önként jelentkeztek. Tolna megyéből eddig már közel 60 ezeren regisztráltak oltásért. A szekszárdi három speciális oltópontot most naponta akár 300 ember is igénybe veheti, de újabb helységek kialakításával ez a szám napi 500-ra is növelhető.